Tehát az univerzum teli van hidrogénnel, az univerzumban vannak mindenféle szélsőséges fizikai meg kémiai körülmények, tehát el tudjuk képzelni, hogy keletkezhet akár H3O plusz is, és hogyha van, akkor valószínűleg jó sok van belőle. Tehát szeretnénk kideríteni, hogy a H3O plusz valóban ott van-e a csillagközi térben, hogyan tudjuk ezt tenni. Ugye a Thomson annó egy tömegspektrométert használt, hogy kimutassa a H3O plusz. Na most miért tömegspektrométert nem tudunk kivinni a messzi égi testekhez? Mert ha egy szomszédos bolygóra, vagy Jupiterre, a 3-5 év alatt még csak elhitetű volt, de mondjuk egy másik csillagrendszer, ez teljesen esélytelen. Ugye a földtől legtávolabbi műhold 1977-ben lőtték ki, tehát már több mint 40 éve, és én mindig csak a naprendszer szélénél van. Tehát teljesen esélytelen nekünk egy fizikai mérőeszköz elvinni messzi csillagokhoz, tehát valami más módszert kell használnunk. Ki mondja a varázsszót? Ez a spektroszkópia. Tehát spektroszkópiával fogunk információt szerezni a távoli égi objektumokról. Jó? Hát ilyen hogyan megfogalmazva a spektroszkópia az anyag és a fény kölcsön hatását vizsgáló tudományág. Ezt én igazodtam a reggel. A Wikipedia-nál ez a definíció szerepel. Jó, ugye most a spektroszkópia igen azt vizsgálja, hogy az anyag hogyan hat kölcsön a fénnyel, milyen fény sugároz, milyen fénnyel el. Ahhoz, hogy erről beszéljünk, ugye erről egy kicsit beszélni kell a fényről. Tehát a fény az egy elektromágneses hullám. Már jó régen, több száz éve tudjuk, hogy Isaac Newton fedezte föl, ez ugyanaz a Newton, akitől a Newton törvények is származtak. Newton fedezte föl, hogy a napfényt az fel lehet bontani különböző komponensekre. Tehát nem csak egy fény, hanem nagyon sokféle fény van, és a napból jövő fehér fény az valójában sok különböző fénynek az együttese. Jó, és ezek a különböző színű, különböző típusú fények, ezek abban különböznek, hogy más a hullámhosszuk, más az őket alkotó fotonoknak az energiája, és másképp viselkednek. Tehát mondjuk egy ilyen üveg felülete másképp törnek meg, vagy másképp erődnek vissza. Ugye ezért tudja őket felmondani a prizma. Aki nem látott prizmát, nem is feltétlenül kell prizmát látni ahhoz, hogy fényfeltelést lássunk. Ugye, ha van egy vízcseppünk, a levegőben vannak vízcseppek, és arra rásüt a napfény, hanem a vízcseppek a felszínén is másképp törnek meg a különböző színű fénykomponensek, másképp előnek vissza a víz belsejéből, és elég sok vízcsepp van, és jó szörűen nézzük, ugye akkor megjelenik előttünk a szivárvány. A teraszunkon lőttem, akinek jó a szem azt is láthatja, hogy itt az elsődleges szivárvány fölött megjelenik egy másodlagos szivárvány is, ez nagyon ritka, és tök érdekes, hogy ebben a színeknek a sorrendje az pont fordítva, mint az elsődleges szivárvány. Akkor ennyit a fényről, ugye meg lehet még nézni, hogy érdekességképpen, hogy a napból az a fehér fény nem ugyanaz, az pontosan hogyan terüljük össze. Tehát meg lehet nézni, hogy a különböző színű komponensek milyen nagy súllyal vannak jelen a napfehér fényében. Nem meglepő módon, hogy a látható fényből jön a legtöbb, abból ott azon belül is a zöld színű fény az, amiből a legtöbb érkezik a Földre. Ez egy látható tartományban, mert ez választotta tényleg az evolúció, mert itt praktikus látni. Jó, és akkor infravörösből, meg UV-ből kevesebb érkezik. Jó, ha a lényeg, sokféle fény van, a különböző fénytípusoknak más a színe, más a hullámhossza, és más az őket alkotó fotonoknak az energiája. Jó, na most hogyan tud kölcsönhatni a fény az anyaggal? És azt fogjuk nézni, hogy molekulákkal hogyan kap kölcsön a fény, és a molekulák azok zselközönté molekulák, itt a H3O plusz, tud energiát hordozni, vagy energiát tárolni. Ugye egy molekula, amit meg tudom forgatni, lehet neki forgási energiája. És a molekula ugyanakkor nem ilyen pálcákra felfűzött kis gömb a valóságban, hanem egy ruganyos valami, tehát az tud rezegni is, lehet rezgési energiája is. Viszont a molekulák, ugye azok ilyen mikrorészecskék, őket a kvantummechanika törvényszerűsége így szabályozzák, és azt mondja nekünk a kvantummechanika, hogy a molekulának nem lehet akármennyi energiája, tud energiát tárolni, de ez nem lehet akármennyi, csak a molekulára jellemző, jól meghatározott ilyen fix érték lehet. Jó, ez egy érdekes dolog, nem tud akármennyire rezegni egy molekula, vagy picit rezeg, vagy nagyon rezeg. Nincs átmenet a kettő között. És ha ez a molekula találkozik fényjel, elektromágneses hullámmal, akkor különböző folyamatok lejátszódhatnak. Például a molekulán egy ilyen alsó energiaszinten kisül, ennyi energiája van, és találkozik olyan fényjel, aminek a foton energiája pont annyi, mint a molekulában két ilyen energia szint, energia különbsége, akkor ezt a
fotont a molekul el tudja nyerni, eltárolja ezt az energiát, és az alacsonyabb energia szintről fölkerül a magasabb energia szintre, jó? Tehát ugye elnyeri a fotont, ez a foton elnyeri, és ezt hívjuk abszorpciónak. A fordított folyamat, hogyha a molekulánk eleve már magasabb energia szinten van, akkor onnan valamilyen valószínűséggel le tud esni, és ezt a felszabadul energiát foton, azaz fény formájában kisugározza. Primitív hétköznapi példa erre, ugye izítjuk a vasat, az felizzik és elkezd világítani. Ugye melegítjük a vasat, az azt jelenti, hogy energiát adunk neki, a benne lévő atomoknak az energiája nő, fölkerülnek magasabb energiaszintekre, energiatárolat, és onnan spontán visszaeséssel kisugározzák ezt az energiát fény formájába, ezért kezd el világítani.